van még valaki, aki a kastélyban lakik, és ő az a valaki, aki, hogyha ránézne egy autóra, akkor már magától elindulna, mert hogy varázslatos... Iski Szilvia, a Helikon Kastély Múzeum történésze játékszereplőket mutat be az egyik általános iskola negyedik osztályosainak. A Kastélymeség sorozat elindítója, a kastélyban élő Darudo Munkos és Bagoly Bonifász történet írója tovább szőtte a kalandos történetet, ezúttal 14 új szereplővel és kilépve a főúri kastélyból, az Amazonház látogató központba. Az a célunk, hogy valamelyest egy kicsit segítsük az iskolai és az óvodai munkát is. Ezek a meseórák, ezek nem hagyományos tanítási órák, hanem itt igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi kreativitás, mennyi fantázia ötlet van a gyerekekben. Jöjjenek a kis cicák! Az iskolások kesztyűbábok segítségével igazi 20. század elejé utazáson vettek részt. Megismerkedtek olyan közlekedési eszközökkel, amiket eddig csak könyvekben, képeken láttak. Egy-egy állat szerepébe bújva pedig nagy utazást tettek a régi autókon, motoron vagy épp a kerékpáron. Persze útközben a húsvét közelette miatt tojást is kellett szállítani. Én voltam Nelly, az elefánt, aki nem fért be az autókba, ezért én biciklivel jöttem. És sajnos én nem tudtam tojást hozni. Oké, és most indult be. A múzeumpedagógiai programon az oktatási intézmények szívesen vesznek részt, nem csak bővíti a tanulók ismereteit, hanem élményt is ad. Én úgy gondolom, hogy a mesék nagyon fontosak a gyerekeknek, főleg ugye a hallott mese, tehát nem a képi világ, amit a tévében láthatnak a gyerekek. Iskolában is nagyon fontosnak tartjuk a meséket, már a reggeli órákban is általában mindig mesékkel kezdjük a napot. A kalandozás az udvaron is tartogatott meglepetéseket, láthatatlan tojáskeresésbe kezdtek a gyerekek. Tojás nem volt, de élmény annál több a keszthelyi kastély meseórán.